Sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon. Ma nálam péntek 13-ban egy ilyen babonás nap, én hiszek ebben, de eddig szuper napom volt. Leszámítva, hogy a szemem még rosszalkodik, de hát ez egy mini bevásárlós sorozat első képkockája. És közben kiírta, hogy merül a telefonom, szuper. Hol jártunk ma? A Kóban jártunk, és a Hentesnél hétvégére vettünk főznivalót. Kivel jártam? Vivivel, úgyhogy került egy-két dolog a kosárba így pluszba, a húson kívül. Úgyhogy mutatom is, hogy miket vettünk. Íme itt lenne az áru. A Hentes 3840, a Kóp, nem tudom hol a blokk, de 3500 forint, és akkor mi fért ebbe bele? Szóval vettem fél kiló teljes kiörlésű kenyeret, de hogy fél kilót 350 grammot 500 forintért, aztán vettem 206 forintos kenyeret, milyen? Ebesi búzakenyér, 879 kilója, jött haza egy ilyen sajtos golyó, kettő darab croissant és Marcinak egy rágó, illetve itt még vettünk egy kóla ízesítésű haribót, az már Vivikénél van, valamint krumplit, ennek 400 forint volt kilója, illetve levesz zöldség volt, hát 600 forint, nem tudom hol a blokk idegesít, mert az előbb még itt volt. Na mindegy, úgyhogy ez majd húslevesbe lesz, és hát a Hentes, pontosan nem tudom, hogy mi hány deka, így egybe lett beütve 3840. Annyit tudok, hogy a tarjának kilója 2002 volt, és kb. 60 dekát kértem. Ez pár szelet, fel is vágták nekem, a csontját leszették, az jó lesz levesbe. Aztán vettem ilyen kis ecetes uborkát, ezt ők készítik. Sütnivaló kolbász 2500 kilója, egy ilyen kis darabot kértem. Illetve hurka lesz a hétvégén, vagy valamelyik nap 200 hurka, úgyhogy ez igazából, ez került így 3800-ba. Hát itt szeretném megköszönni, hogy írtatok botmixer ajánlásokat, ugye szétment a botmixerem, 15 évig bírta, elég jó szolgálatot tett, és kiderült, hogy nem is Siemens volt, hanem Orion, pedig 15 évvel illett volna már megjegyezni a feliratot, mindegy. Ajánlottatok, és a legtöbben egyértelműen mindenki a Bosch-nak a botmixerét ajánlotta, úgyhogy ezt meg is vette nekem párom, ezt ajándékba kaptam, és ebből is ezt a szettet. Egyébként még most látom először, mert elfelejtettem kibontani, szóval több minden van benne. Tudom az árát, mert igazából nem volt meglepetés, hogy megveszi, mert megkérdezte, hogy melyiket szeretném, és ezt mondtam, úgyhogy láttam, hogy mennyibe került, de amúgy 18 000 forint körül volt, de nekem megérte, nagyon sok minden van benne, és remélem, hogy jó sokáig, legalább 15 évig ezt is fogom tudni használni, mint az elődjét. Na nézzük meg, hogy mi van benne. Hát itt lenne ergonomikus kialakítás, könnyű csatlakoztatni, és akkor ajánlottátok, hogy mindenképpen fém legyen a botmixernek ez a része, úgyhogy az is lett, és mosogatógépben is mosható 600 wattos, és akkor itt van, hogy milyen tartozékok vannak, de akkor mindjárt meg is mutatom nektek, és úgy látom, hogy design díjat kapott 2017-ben, Hú, az előzőhöz képest ez sokkal, bocsánat, kitoltam a széket, sokkal nehezebb, nagyobb. Van egy aprító, van habverő is, az előzőhöz nem volt, illetve egy ilyen nagy forma, ugye, amiben külön még tudok pürésíteni. Úgyhogy nagyon szuper, nagyon örülök neki, úgyhogy illik a fekete is a konyhámhoz, úgyhogy holnap fel is lesz avatva. És hát ezt a részt most itt nem zárom le, csak elbúcsúzom, rohanunk, 23 fok van, és ma még jó idő van, megyünk biciklizni, úgyhogy ezt gyorsan felvettem nektek, és ha lesz még valami, már pedig lesz, akkor folytatódik ez a videó. Na, sziasztok mindenkinek, október 15 vasárnap, este 6 óra mindjárt. Párom az Aldiban járt, úgyhogy meg is mutatom nektek, hogy miket vett, és majd ide be fogom rakni az árakat, mert most nincs meg még a blokk. Citromné, alma, és majd itt látjátok írva, hogy mennyi volt kilója. Azt mondja, vett ilyen Westernburger, kettő hamburger van benne, úgy látom. Szerintem ezt magának vettem, és láttam még itt tortillát, szerintem ez nekem, de nem tudom. Ez pedig csirkés wrap. És majd látjátok az árát kiírva. Gyerekeknek egy-egy kakós csiga,
vett ilyen pepperoni paprikát, úgy látom már régen volt. Tej, csalamádé, vagyis savanyúság, vegyesvágott, 2 májas táska, egy sertésmájas, 2 naturjoghurt, 2 kígyóborka, majd látjátok írva, hogy mennyi volt darabja, vagy a kilója, illetve körte, annak is ki fogom írni az árát, illetve paradicsom, úgyhogy ha lesz még valami, akkor jövök, már pedig lesz. Sziasztok mindenkinek! Október 16 hétfő van, és képzeljétek el, az Aldi bevásárlás előtt volt egy Deichmann vásárlás, és most jutott eszembe, hogy nem mutattam meg nektek. Ugye hétvégén elmentem a Deichmannba, mondtam nektek a ruha rendszerezős videóban, hogy igen-igen szeretnék egy átmeneti cipőt, ami nőiesebb, orvoshoz fel lehet menni, vagy mondjuk évzáróra, évnyitóra, ünnepségre, de nem vélet, hanem egy átmeneti, úgyhogy meg is találtam. Egyedül mentem a Deichmannba, és be fogok ide rakni 2 képet. Legelőször itt láthatjátok azt, amit nem vettem meg, mert hogy ez nagyon elállt a bokámtól, és nekem ez így nem tetszett. És itt pedig láthatjátok azt felvéve, amit megvettem, de akkor most itt meg is mutatom nektek. Ez lenne a cipő, az ára 14 000 forint volt, 38-as a mérete, Graceland, a Deichmannba vettem, és akkor meg is mutatom nektek, igazából egy fél csizma. Még nem volt rajtam. Na, időközben lemerült a mikrofonom, úgyhogy így mutatom meg nektek most mikrofon nélkül ezt a cipőt. Mindjárt rázumolok a tükörre, úgyhogy így néz ki. Nekem nagyon tetszik, nagyon nőcis és nagyon egyszerű, úgyhogy biztos látjátok majd még rajtam több videóban is. Úgyhogy ennyi, ha lesz még valami, már pedig lesz, akkor jövök a következő videó jelenettel.